Magyar Kanizsa és Algyő aláírta azt a partnerségi nyilatkozatot, amellyel az IPA Interreg program keretében megvalósuló, az Atlétika Mindenkié elnevezésű program közös lebonyolítására vonatkozik. A projekt keretében az atlétikai edzéstervek más sportágak esetében való alkalmazását vizsgálják és népszerűsítik, de sportobjektumok is létesülnek. A dokumentumot Fejsztámmel Róbert, magyar kanizsai polgármester, dr. Füzesi István, algyői alpolgármester és Goran Obradovic, a Vajdasági Atlétikai Szövetség elnöke látta el kézjegyével. Ez a mai nap, amikor is aláírtuk az Európai Uniós szerződésünket, és hát a tanúsítványunkat, a határon átnyúló pályázat keretében, azt hiszem, hogy úgy magyar kanizsának, mint ahogy neked nagyon fontos lépése, ugyanis olyan sport létesítmények tudunk létrehozni, valamint olyan folyamatot tudunk elindítani, ami több évre meghatározhatja mindkét településnek a sportolóinak a jövőjét és a fejlődésünket is. Korábban is már többször pályáztunk együtt Magyar Kanizsával, többször dolgoztunk együtt gazdasági szférákban is, úgyhogy nagyon jó a kapcsolat a két település között, és ez a mostani 387 ezer eurós algyői önrész, önterületi rész, ez azért lesz érdekes, mert egy rekordtámpályát fogunk, futópályát fogunk felépíteni a sportpályánkon, és az atlétikát fogjuk bevonni a sportolói felkészítésébe, a jövőbeni eredményeknek a javításába. Tulajdonképpen két részből áll ez a projekt, egyszer az építésből, a másik része pedig az a tudományos folyamat tulajdonképpen, amit majd ez a rekordtámpája és ez a háttér ad lehetőségképpen, hogy miként tudjuk az atlétikai elemeket belevonni a különböző sportpályák futásokba, a különböző sportolóknak a felkészítésébe. Úgy érzem, hogy ez úgy abból a szempontból is, mint építkezés, ez egy nagyon fontos része lesz a fejlődésünknek. A másik oldal pedig tényleg az a tudományos háttérmunka, ami a Győnek is és a környezetünknek is, azt gondolom, hogy ez regionális szinten, és mi, hogy itt Magyar Kanizsával együtt csinálunk, határon átnyúlóan is javítja majd a sportolóinknak a felkészültséget, eredményeit, ami gondolom évek alatt ez meg fog mutatkozni későbbiekben is. Elismertük, és sikerült az önkormányzat és közös nevezőre jutnunk abban, hogy az atlétika egy olyan alapsport, amelyre szüksége van nem csak az atlétáknak, hanem az összes többi sportolónak, sőt mindenkinek, aki a testnevelésben részt vesz, vagy az egészséges gyerekek fejlődéséhez ehhez szükség van. Algyővel és a Vajdaság Atlétikai Szövetséggel, mint egy olyan képviselővel, aki regionálisan, szakmailag le tudja ezt az egész területet fedni, sikerült egy közös projektet átadnunk, amely nyert. A projektnek az a neve, hogy Atlétika Mindenkinek, és ez magába foglalja, a fő célja a projektnek az, hogy a környékbeli sportszakembereket, testnevelő tanárokat, edzőket, akik nem kifejezetten atléta edzők, megtanítsuk olyan módszerekre, amelyet az atlétika tud nyújtani az összes többi sportolóknak. Az atlétikában ugye az nyer, aki leggyorsabban fut, legmesszebbre dob, vagy éppen legnagyobbat ugrik. Az összes többi sportágban is kell futni, dobni és ugrani, és ezt ezeknek a sportolóknak mi tudjuk a leghatékonyabban megtanítani, amiből aztán a későbbi karrierük során is nagyon sokat profitálhatnak. El fog készülni egy tudományos munka, egy olyan egyedülálló, eddig még a piacon, vagyis még a szakmában nem megjelent mű, amelynek pont az a feladata, hogy nem atléta edzőknek ezt bemutatva, leírva megmutatja, hogy hogyan kell ezeket elvégezni, aminek előfeltétele egy iskolai atlétika pálya létrehozása. Itt Magyar Kanizsán egy 2400 négyzetméteres modern rekordtámpályát fogunk felépíteni, amelynek a költsége körülbelül 350 ezer euró. Az általunk megnyert összeg az 450 ezer euró, tehát a nagy részét a pályaépítése teszi ki. Ez az első 12 hónapban fog megtörténni, a második 12 hónap futamidőben pedig különböző táborokat, képzéseket, előadásokat és a könyv publikációját fogjuk elvégezni. Az elmúlt 15 évben már nagyon sok IPA határon átnyúló programban részt vett Magyar Kanizsa Község önkormányzata. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy nem csak az önkormányzat, hanem a községen belüli intézmények, civil szervezetek is bátrabban pályáznak ezekre a programokra, ezekre a kihívásokra. Ez azért történhetett így,
mert egyrésztől megvan már az a tapasztalat, amivel neki tudunk indulni ezeknek a projekteknek, és ezt a tapasztalatot általában községi szinten terítjük, szórjuk, mind információt és mind tudást. Másrésztől pedig az önkormányzat minden egyes projektum mögé beáll, amelyek nyernek, vagy indulni akarnak nemzetközi pályázatokon, hiszen azt tudni kell, hogy ezeknek a projektnek a megvalósításához nem csak 15% önrésze van szükség, hanem egy 50-60%-os előfinanszírozásra is ahhoz, hogy meg tudjanak valósulni. Úgyhogy mindenféleképpen szükség van az önkormányzati pénzügyi háttérre ahhoz, hogy ez működni tudjon. Én nagyon örülök neki, hogy úgy néz ki, hogy 7 vagy 8 nyertes pályázatunk lesz ebben a kiírási ciklusban. Egy részről öröm, mert hogy azt jelenti, hogy nagyon sok intézményünk, szervezetünk is vette a fáradtságot és a bátorságot, hogy pályázzon, nem csak az önkormányzat és intézményei, másrésztől pedig nagy kihívás a jövőre nézve, hiszen, mint már említettem, ez főleg pénzügyi szempontból lesz kihívás, hiszen pénzügyi szempontból kell majd ezeket a projekteket végigvinni. Ami az atlétikai projektet illeti, aminek az aláírása megtörtént a mai nap folyamán, ez egy hosszú távú együttműködésnek az egyik gyümölcse, amit Algyő községgel már évek óta jó együttműködésben és jó nemzetközi kapcsolatoknak örvendve a határ mind a két oldalán ápolgatunk, úgyhogy bízom benne, hogy az elkövetkező időben sem fog ez változni, és ez az együttműködés és ez a szakmai egyetértés ez megmarad hosszú távon is. Másrészt pedig helyi szinten fontos, hogy a legtöbb sportág, tehát a birkozás és a kajak mellett, amik a legnépszerűbbek a községünk területén, az atlétika is kapjon egy olyan háttérlöketet, egy olyan lendületet, és ez a projektum kapcsán kapni is fog, ami talán még jobban népszerűsíti magát a sportágat, még erősebbé teszi a sportágat itt helyi szinten, hiszen azért a fő cél az az, hogy a fiatalokat, a gyerekeket ki tudjuk mozdítani az otthonaikból, a lakásból, el tudjuk mozdítani a számítógép, a telefon mellől, és újra közösségi életet éljenek, a közösségi életet pedig meg tudják élni a sportklubokon belül is, úgyhogy én bízom benne, hogy ez valóban hozzá fog járulni a községi sportélet erősítéséhez. A magyar kanizsai polgármester bízik abban, hogy a projekt hozzájárul majd a község sportéletének további erősítéséhez.